Továbbra sincs közös európai megoldási javaslat a migrációs kérdés kezelésére, így érthető, hogy a tagállamok egyéni megoldásokat keresnek. Tájékoztatta televíziónkat Magyar Levente gazdaság diplomáciáért felelős államtitkár egy fehér gyarmati fórumon. A szatmári térségben azt tapasztalják, a párizsi merényletek annyira megdöbbentették a helyieket, hogy egyre többen jelennek meg a menekültek betelepítésére vonatkozó kvóta elleni aláírásgyűjtéseken. A párizsi merényletek ellenére sem sikerült érdemben előrelépni a migrációs válság közös kezelésében. Erről a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár beszélt egy fehér gyarmati fórumon. Magyar Levente hangsúlyozta, mivel Európa nem képes egységesen cselekedni, a tagállamoknak egyéni megoldásokat kell találniuk, amelyekből később összeállhat majd egy egységes fellépés az illegális bevándorlással szemben. Ugye Brüsszelben és általában a nyugat-európai kormányok, főleg a baloldali kormányok részéről, van egy olyan interpretáció, hogy a migráció az hosszú távon egy kívánatos folyamat, egy olyan folyamat, amelyik Európát erősebbé teszi. Mi ennek az ellenkezőjét valljuk. Mi azt gondoljuk, hogy a párizsi sorozat a bizonyíték arra, hogy a kontrollálatlan beáramlása ismeretlen tömegeknek beláthatatlan következményekkel járhat. Tehát mi még erőteljesebben, még hangosabban, még nagyobb elszántsággal követeljük azt az európai partnereinktől különböző szinteken, hogy cselekedjenek, hogy ismerjék fel, hogy sehova nem vezet ez az út, legalábbis semmi jóra nem vezet. Ennek ékes és kézzelfogható, és véresen kézzelfogható következménye a párizsi terror támadás sorozat. Már bebizonyosodott az, hogy a merénylők legalább egyike gyakorlatilag Magyarországon keresztül érkezett Európába az illegális migrációs hullámmal, de természetesen az, az egyéb elkövetők is valahogy valamikor bejutottak, vagy az őseik bejutottak, hogy legálisan vagy nem, azt nem tudjuk, de az, hogy a migráció kérdése és a, 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 a különböző kultúrák egymás mellett élése egy, egy kihívás, amire adekvát választ kell találni, az egyértelmű. Ugye közös álláspont nincs, de néhány tagállam már arról egyezkedik, hogy esetleg egy mini schengen hozzon létre. Erről mi a véleménye? Mi azt megjósoltuk, és nem a saját válunkat akarom beregetni, hanem szeretném kimutatni azt, hogy ezek prognosztizálható folyamatok bárki számára, aki reálisan fel tudja mérni azt, hogy mi történik. Mi megmondtuk azt, hogy ha Európa nem lép fel, ha nem lesz hatékony nemzeti megoldássorozat a migrációs válság orvoslására, akkor az fog történni, hogy egyes országok vagy országblokkok el fognak kezdeni letöredezni az egységes Schengeni rendszerről, mert azt fogják mondani egyes tagállamok, hogy ha összességében nem tudjuk megvédeni a külső határainkat, és beáramlik x százezer ember, vagy most már lassan több millió ember, akkor nem tudjuk, hogy honnan jönnek, kicsodák, milyen célral érkeztek Európába, és potenciálisan rengeteg bűnöző vagy terrorista nem lehet közöttük, akkor azt fogják mondani egyes államok, hogy mi megvédjük magunkat. Hogyan? Hát úgy, hogy létrehozunk akár magunk, akár társulva néhány szomszédos állammal egy-egy mini ahogy ön nevezte. Ez egy, ez egy, nem kívánatos jelenség, mert Magyarország a Schengeni övezetet tartja az egyik legfontosabb össze-európai vívmánynak, tehát mi ezzel ellen szeretnénk tenni. Ugyanakkor, ha más út nincs, akkor készek vagyunk elfogadni azt, hogy, hogy a határellenőrzések szigorításával, bár reméljük, hogy ez nem lesz túl hosszú távú, egyes rész megoldásokból fog összetevődni az össze-európai cselekvés. Nyilván a cselekvés fontos. Felmerül a kérdés, hogy a v összefogása mennyire lehet eredményes? A V4 kiválóan bizonyított ebben a nehéz helyzetben. Talán soha korábban ennyire szorosan egy ilyen fontos ügyben nem sikerült együttműködni ennek a négy országnak. Én bízom abban, hogy kitart ez az együttműködés. Erre azt gondolom, hogy minerális esély megvan, és a V4 megerősödve kerülhet ki ebből a jelenlegi krízisből ha megnézzük, hogy a Párizs utáni európai reakciók miben álltak, akkor azt fogjuk látni, hogy egyedül a V4 miniszterelnökei mondták ki, merték kimondani azt a nyilvánvaló összefüggést, hogy migráció és az Európában megjelent az Európás sújtó terror között egyenes arányú összefüggés van. Ezt gyakorlatilag senki más nem tartott a szalonképesnek kimondani. Az, hogy a V4 kormányok megmerték fogalmazni ezt az álláspontot, nyilván különböző árnyalatokkal, de mégis a főüzenet az átjött, az, egy, az azt jelzi, hogy itt van egy közép-európai egységfront ebben a kérdésben, amit nekünk ki kell használnunk, és a saját lépéseinket is legitimálni, elfogadtatni azáltal, hogy bevonjuk a partnereinket. Erre ékes példa az, hogy, hogy a V4 katonái, a V4 rendőrei őrzik a déli határainkat. Mindeközben folyamatosak az aláírás gyűjtések a menekültek betelepítésére vonatkozó kvóta ellen. A Szatmári térségben már mintegy 13 ezer aláírás gyűjtöttek. Az Európai Unió meghozta ezt a döntést, pontosabban a belügyminiszterek tanácsa, holott korábban a miniszterelnökök gyűlésén érezhető volt, hogy lesz olyan ország, és nem, is, nem csak Magyarország, aki a kvóta ellen van, mégis így döntöttek a belügyminiszternek. Magyarország ezt nem fogadja el, és ezért kezdtük el gyűjteni az alás, aláírásokat, illetve kedden a parlamentben hoztunk egy döntést arra vonatkozóan, hogy Magyarország terelje jogi útra, és támadja meg a bíróságnál a, magyar emberek által nem akart, mégis az Unió által ránk kényszerítendő döntést. Elkezdtük gyűjteni az aláírást, akkor is nagyon sokan jöttek. Szombat reggel a merényletek után is kint voltunk egy standal a város központjával lévő ABC előtti téren, és szinte mindenki jött oda. Tehát annyira megdöbbentette az embereket a, a terrorcselekmény, bár ugye mindket nem érintett a migráns hullám sem, bár a, tehát attól függetlenül azért jöttek a keleti határszakaszon is, nyilván nem olyan nagy számban, de azért itt is előfordult határsértő, de az emberek azt mondják, hogy azért a földért, amiért a szüleik nagyszüleik dolgoztak, meg szeretnék, hogyha az unokáik is használni fogják tudni.